Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. Saját fejlesztésű, a levegő széndioxid beltéri koncentrációját mérő műszereket adományozott Debrecen intézményeknek a Sensirion Hungary Kft. A készülékek folyamatosan figyelik és jelzik, ha egészségtelenné vált a levegő minősége egy adott helyiségben. A műszeradományt négy alap és egy középfokú oktatási intézmény vezetője vehette át. Miért döntött az adományozás mellett a vállalat? Hogyan segíthet a készülék egy óvodában vagy egy iskolában? Akik elmondják, Ábrahám László, a Sensirion Hungary Kft. Ügyvezetője, és Hetei József, az egyik megajándékozott intézmény, a Benedek Elek Általános Iskola intézmény vezetője. Jó estét kívánok, uraim! Jó estét kívánok! Ábrahám úr, ha egy méréssel tudnánk kezdeni ezt a mostani beszélgetést, néhány hónappal ezelőtt már megtettük, akkor jól vizsgáztunk. Hát megnézhetjük ma is, egy pillanatok alatt ezzel a kis szenzorral meg tudjuk mérni. Hát ebben az esetben, mivel én most rábeszéltem, közvetlenül most éppen sárgát mutat. Úgyhogy az határeset? Ez határeset. Előtte még megmértem, mert bejöttem a stúdióba, akkor még jó volt a levegő. Most egy kicsit félreteszem, és ez pillanatok alatt, pár perc alatt szépen ki fog zöldülni. Már zöld is. Tehát ennyire érzékeny a rendszer, hogy ami a kiáramló levegő nagy széndioxidot tartalmaz az emberi testből, erre már ez ugrik. És egészséges levegőben kezdjük a beszélgetést. Igen, itt nagyon jó a munkai légkör, igen, mondta. Igazgató úr, miért fontos ez az adomány? Én úgy gondolom, hogy a gyerekek egészsége az az első prioritás. És ez nem csak arra szolgál, hogy a széndioxid alacsony legyen, mert akkor jobban tudnak koncentrálni a gyerekek. Egy elhasznált levegői helységbe az embernek nem fog úgy az agya, lankad a figyelem, tehát nem tudják úgy a tudást felszippantani, de a mai covidos időszakban ennek van egy másik hatása is, hogyha tele szuszogjuk a termet, akkor apró cseppek repülnek a levegőbe, hordozhatják a covid vírust, és ez egy egészségtelen környezetet teremt. Viszont ha tudjuk, hogy mikor használódott el a levegő, mikor kell szellőztetni, akkor egy gyors átszellőztetéssel, tehát egy kereszthúzattal kisöpörjük ezt a rossz levegőt, akkor újra tiszta levegőben vannak a gyerekek, és nagyon fontos, hogy csak a bukóra állított ablak, az nem sokat segít a levegő tisztaságát illetően. Nem ad akkora öblítettséget. És akkor az a megoldás a rövid idejű intenzív? Pontosan, te kereszthúzatot kell csinálni, ajtót, ablakot, átfúj a szél, gyorsan kiviszi, az a szerencsés, hogyha az utca felől éppen fúj, tehát a friss levegő jön be, hogyha a folyosóra nyitjuk, akkor valahol szembe is ki kell nyitni, hogy a folyosóra a friss levegő be tudjon áramolni, és az majd a terembe. Ez egy saját fejlesztésű, nem ez, hanem a másik, amit már majd mindjárt látnak a nézők. Ez egy saját fejlesztésű eszköz. Mennyi munka, tudás, munkaóra van ebben a fejlesztésben? Meg tudjuk ezt mondani. Hát ebben több heti munkája van az egyik kollégámnak, nem folyamatosan dolgozott benne, meg hogy mondjam, de amikor elmondtunk, hogy mit szeretnénk csinálni, nagyon lelkes volt, hogy szabad úgy mondanom, ráharapott a témára, és ő olyan apró dolgokat is belevitt, amit én eredetileg nem is gondoltam. Mondtuk, hogy ez a szenzor 1000 ppm-nél, tehát amikor minden 1000 molekulából, minden millió molekulából 1000 darab már nem egészséges, akkor jelezzen a műszer, akkor ez átvált zöldből pirosra, viszont amikor megyünk visszafelé, fölülről lefelé, akkor nem elég, hogyha 999-re megyünk és rögtön zöld, akkor még nem igazán jó a levegő, hanem levisszük ezt a koncentrációt 600 alá, és akkor lesz újra zöld. Tehát amikor ténylegesen a levegőcserét megcsináltuk. Ezt a kollégám, a Magyari Már kollega, ő találta ki, ő hozta létre ezt a dobozt, 3D nyomtatóval készítette, és a belsejében van egy hasonló szenzor, mint amit én itt is használok. Egy hasonló van, és hát hoztunk hozzá tápegységet is, hogy ez konyhakész állapotban legyen, csak a konnektorba kelljen bedugni és mérni a levegőnek a minőségét. Hetei úr, önök is ötöd magával vette át ezt az eszközt, hálózati csatlakozója van, és ha jól tudom, akkor már vizsgázott is. Így van, túl van az első vizsgán a készülék. De mielőtt ennek a részleteire rátérnék, az első gondolata köszönetét itt magam és a többi négy intézmény vezetőjének nevében is szeretném igazgatónak megköszönni, hogy ezt a készüléket megkaphattuk.
Ugyanis azt gondolom, hogy intézményvezetőként, pedagógusként nagyon fontos az, hogy a gyermekeink minél egészségesebb, minél biztonságosabb környezetben tölthessék a mindennapjaikat, és minden ilyen hozzájárulás, felajánlás azt gondolom, hogy segíti, és köszönjük ezúttal ezt a nemes cselekedetet. És akkor szerkesztő úr kérdésére visszatérve, ugye tegnap reggel volt a sajtótájékoztató, akkor már elhelyeztük egy teremben a készüléket. Az én kedves kolléganőm a tegnapi délelőttön és a mai délelőttön is nagyon lelkesen és aktívan írta a tapasztalatokat, elvégezte a szellőztetést, és ennek alapján mondhatom azt, hogy ugye itt egy olyan osztályról van szó, másodikos gyerkőcökről, ők 29-en vannak egy osztályteremben, ez ugye nagyjából egy 50 pár négyzetméteres, egy szabványtan termet jelent, tehát 29 kis gyerkőc és a pedagógus, és a két napi adatok minket is megleptek egy kicsit, hiszen 15 perc után váltott át a szenzor zöldről pirosra, tehát ez azt jelenti, hogy ez a 30 ember 15 perc alatt elhasználta a tanteremben lévő levegőt, illetve annak a egészségügyi koncentrációja már elérte azt a határértéket, hogy a szenzor is jelzett. Ez nagyon érdekes, mert igazgató úr pont tegnap ezen a sajtótájékoztatón fogalmazott úgy, hogy ugye hozunk bizonyos, én is gyerekkoromban azt tudom, hogy szünet, akkor kinyitottuk az ablakot, aztán 10 percig levegőzött, majd visszaültünk. Akkor lehet, hogy ezeken a régi beidegződéseken változtatni kell. Így van, pontosan erre utaltam tegnap is, hogy ugye vannak olyan szokásaink, amelyeket így van évtizedek óta hozunk magunkkal, tartjuk az órát, szünetben szellőztetünk, és ez a kis készülék pedig nagyon pontosan figyelmeztet arra, hogy ezen érdemes változtatni. Úgyhogy terveink szerint másik tantermekben is bevetjük ezt a készüléket, tehát próbálunk egy ilyen intézményi képet és statisztikát készíteni. Egyrészt a magunk céljaira, meg nyilván szeretnék visszajelezni igazgató úréknak is, hogy ez a fejlesztés igazából hogyan funkcionál, hiszen eltérő osztálylétszámok vannak, eltérőek a tantermeknek az adottságai, és bízunk benne, hogy ezzel mi is viszonozni tudjuk egy picit a segítséget. És egy érdekes adatot említett még, hogy amikor csak nem 29-en plusz a tanárnő, hanem 10 plusz a tanár volt benn, akkor ez a 15 perces idő? Az... Ez megváltozott, ez a délutáni szakköri foglalkozásnak volt az időtartam, ott valóban kevesebb gyermek volt, ott már 40 percet bírt úgymond a levegő, tehát 40 perc után váltott át a szenzor zöldről pirosra. A Sensirion már az első másodperctől, létezés első másodpercétől nagyon fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást. Ez a program, hogyha ugyanilyen lelkes asszisztenseik lesznek, akik te vagy tesztelőik lesznek, mint itt a Benedekelekben, akkor mi lehet ennek a kifutása? Drága egy ilyen készülék? Van ennek akadálya, hogy elterjedjen? Lehet-e ez egyfajta jó gyakorlat, akár debreceni szinten, akár egy kicsit nagyobban gondolkodva? Hát én úgy gondolom, hogy igen, és nagyon örülök, hogy igazán jó szakértő kezekbe került az eszköz, hogy nem bekerült egy vitrínbe, hogy na, van ilyenünk is, hanem használatba került, és ez nagyon boldoggá tesz. Úgy érzem, hogy ez az ajándék jó helyre került, gondolom a másik négy iskolába is hasonló jó helyre, és ez tényleg most felhívta a figyelmet arra, hogy a szellőztetési szokásaink, technológiánk az nem igazán jó, és ezen változtatni kellene. Nem olyan drága egy ilyen eszköz, hát attól függően, hogy az ember miért vásárol, mennyire tanuló biztos, mert mi ezt egy kicsit keményebbre csináltuk, hogy ha esetleg leesik, akkor ne menjen tönkre. Ez valahol egy olyan 20 és 70 ezer forint közötti érték, de én nem gondolom, hogy minden teremben mindig kell, hanem meg tudjuk azt a technológiát, hogy mekkora teremben, hány ember, mennyi idő után kell szellőztetni, ha ezt a receptet betartjuk, akkor az összes gyereket egészségesebben tarthatjuk az iskolában, mint ahogy eddig tettük. És ez volt a fő célja, ezért gondoltunk erre az adományozásra, és egy kis figyelemfelhívás, mert egy ugyanilyen eszköz a saját lakásunkban is meglepetéseket tud okozni. Akinek nagyon jó a nyilázárója, műanyag, és szinte hermetikusan zár, annak is érdemes lenne otthon megmérni, hogy mi történik, mondjuk ha a hálószobába este beviszem, és zöld, és reggelre viszont már borzasztó piros tud lenni, hiszen elhasználjuk a levegőt, és ezzel egy picit ártunk a saját egészségünknek is. Ennek a kis mintaprojektnek azért is vannak középiskolás, óvis, általános iskolás szegmensei, tesztelői, hogy ezekből is adatokat? Tehát gondolom, hogy egy 18 éves fiú, vagy egy 16 éves kislány 25-öt magával, gondolom más értékeket produkál, mint mondjuk 15 kis óvis.
Ez biztos, de én úgy gondolom, hogy minél fiatalabb korban tanítjuk meg a gyerekeket erre, az oktatjuk hozzá a szappanhoz, a fogkeféhez, most a széndioxid tartalomhoz, akkor ők ezt az egész életükbe fogják vinni, és teljesen más fölnőttek lesznek, mint az előző generációk. Uraim, hát én kíváncsian várom, hogyha majd bővül a teszt eredmények sora, akkor számoljanak be. Most a végén, a beszélgetés végén azt hiszem, hogy... Még mindig zöldek vagyunk, tehát én elkezdek rá beszélni, lehelni gyorsan, akkor ez pillanatok alatt be fog sárgulni. Kicsit lassú az eszköz, meg kell, hogy mondjam, de a normál használatnál ez nem okoz már sárga, és hamarosan felé. Meg kell, hogy mondjam, nem alkohol szonda, tehát ez csak szindrom. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.